pedig megyünk a hírekkel, amiket terveztél. Érkezett, illetve van egy tartozásom is. Na gyerünk akkor. Viszont nem találtam nagyon megoldást. Azt kérdezte a hallgató, hogy Madeira-ra, Sputnikkal, úgy, hogy ne kelljen külön tesztet csinálni. az kérdés azért érdekes, mert nincs közvetlen járat Madeira-ra. Madeira bárki bemehet, ha nem megfelelő a, az oltásod, akkor ott helyben a repülőtéren csinálnak egy tesztet. Ez már tavaly is így volt egyébként, amikor még nem volt oltás. De térítés mentes, vagy? ingyen. Igen. Ja, ingyen -e megcsinálják, ingyen? Annyi, hogy néhány óra, amíg jön az eredmény, addig elvileg ott, ott az első maradni. szálláson, kar igen, hmm. karanténban kell, hogy maradja. Igen ám, de hogy lehet elmenni Madeira? Csupa olyan országon hát keresztül, szállni, és azokban nem tudunk bemenni, mert a legegyszerűbb és legkényelmesebb legtöbb járat nyilván Portugálián át van, tehát Lisszaboni vagy Porto a portugálok nem fogadják el a Sputnikot, néztem még Németországot, ahonnan szinte még van EasyJet, az sem, e, Anglia az sem, tehát ugye az átszállásos megoldás már működik Anglián keresztül, de csak brit elismert vakcinával működik az is. Valami nyakatekert és módon nem, nem lehet eljutni? Nem, tehát ilyen... Kieven keresztül? Ilyen, tehát nem. Nem, nem, nem ez, lehet? Nem. Nem jöttem rá, hogy, hogy hogy lehet. Tehát Valaki, igen, nagyon-nagyon ráfáztak, egy többször beszéltünk erről ugye a sputnikosok, és még egy olyan gyönyörű, fantasztikus, szép szigetre sem tudnak eljutni, ahova amúgy beengednék őket, egész egyszerűen az átszállásos uh -huh. megoldás miatt. Annak hmm, még nem hmm. néztem utána, hogyha, hogy nincs külön átszállás szabályozás. Angliában van átszállás eleve csak átszállásra mehetsz be. Amúgy Angliába még mindig nem lehet beutazni, csak utána előre megvásárolt második napost és kifizetett második napos tesztel. De nem láttam átszállás szabályozás Portugáliában, arra külön lenne, hogy ha csak átszállok, akkor nem kell. Úgyhogy okay, de, akkor... Róla. De, a, de, igen, a másik kérdés, ugye most jött, erről már beszéltünk, és már hogy egy hallgató néhány héttel ezelőtt, de rengeteg embert érint, szívesen elmondom még egyszer. Ha készpútnyikra ráoltatom a Pfizer-t, akkor lehetek bátor külföldre utazáskor? Persze, lehet bátornak lenni. És kockáztatni. Mert ez az eset, amikor um, hivatalosan nem működik. Uh -huh. Tehát olyan országokról beszélünk, akik a Sputnikot uh, nem fogadják el, a Pfizer-t igen, de Pfizerből két oltás kell. Ha valaki a Sputnikra ráoltatja a Pfizer-t, akkor az még csak egynek számít, ellenben a, a, ha valaki letölti a magyar e, ügyfélkapu rendszerből az uniós COVID-igazolást, akkor azon csak az fog látszani, hogy Pfizer 3 per 3. És innentől kezdve az a kockázat, az a kérdés, hogy bárki elkérje, ha ezt meglátja ellenőrzéskor, hogy akkor a 2 per 2 is szeretném elkérni, hogy milyen volt az előző és ugyanazt tudom mondani, mint pár hete, hogy több ismerősöm is megkockáztatta, és sima, simán működött, de ha véletlenül valaki elkéri, és, nem nincs, működik, és nincs nálad, akkor vagy, vagy mutatsz egy sputnikost, akkor ott a reptéren a beszálláskor vagyunk, tehát ugye nem az van, hogy még ut hogy akkor hmm. elmegyek és csináltatok egyet, hanem megy a gép. Ezt kiindulási reptereken szokták ellenőrizni. Ha már ott vagy, akkor általában csinálsz egy tesztet, és akkor már meg lehet oldani, de ezt még beszálláskor a kiinduló leptelen előzik a kapunál, és akkor azt mondják, hogy hát ez nem jó, és akkor itt maradt távogató az egészet. Tehát ez a kockázat benne. Mm -hmm. hát jó, hivatalosan, tehát okay. Hát hivatalosan nem mű. Azért nagyon nehéz ez, mert mondhatnád azt, hogy akkor végül is itt törvényszegésre mm -hmm. bíztatok. Én nem bíztatok. Tényleg egy rettenetesen igazságtalan helyzet, hogy egy minden adat szerint működőképes, jó vakcina amely mondjuk sokkal hatásosabb, mint a kínai, amelyikkel csomó probléma van, főleg az idősek körében. Friss kutatások szerint is, hogy ezt nem fogadják el, és ezzel nem lehet utavni, és az ember ilyenre kényszerül. Tehát ez mondjuk így, így kellemetlen. Én, ha azt kérdezed, hogy én ezt megmerném-e kockáztatni, ha én lennék ebben a helyzetben, nem tudom. Uh -huh. Nehéz. Nem tudom. <laughs> Oké, okay, személyes kérdés. Gábor, hogy bírod ki a hideget kedvenc északi útjaidon, mert én írtózom a hidegtől írt a kedves hallgatónk. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az én kedvenc északi uh, célpontjaim annyira szépek, és annyira élvezem, és annyira szeretek ott lenni, hogy túl tudok lendülni ezen. Valóban én is ahogy, ahogy öreg szem, egyre meleg szeretőbb vagyok, és inkább a meleg hajlatokra vágy. Hatol a hideg, hát, igen, az a. A, ez, ez, a, ez, a, ez, a, hivatalos válasz. A nem hivatalos, meg az, hogy Gábor iszik. Tehát így... Nem, ne. ne. <laughs> Oké, okay, De, tényleg. Túl drága az itt a túl, Az a baj, ugye? Skandináv országban és Izlandon is. Izlandon, nem így olcsó. Van, így van. Bizony. Úgyhogy Izlandon hát, is és jó, és is, meg egyébként tényleg csak jól föl Jó kabát, jó nadrág. Úgyhogy azt a pár napot, akkor szerintem abszolút Jó nem. cipő. Igen. Sapka. Sár, és sapka. amit majd tervezek, majd még valamikor. Aja Norvégionnél nem említettem, hogy pont hogy a Norvég célpontok. Pont egy aprócska információ maradt még ki az első körből, hogy a Norwegian újraindulásával felkerült egy olyan célpont is, amit már régóta nézek, a Spitzbergák. Ó, és, ha jól hangzik. És Ja, indul. Tehát megy Norwegian a Spitzbergák főszigetére. Úgy, és hogy, ott? Hát ott képzeld el, azt nézegettem, hogy például van félmaraton, vagy akkor már úgy kéne menni. Hát figyelj, hát... Na akkor bírod a hideget. Ezt akartam Na, mondani, várjál? hogy fekvő, támasz, Na de négy, hogy ütemű, miért? négy ütemű. De hogy miért? Az májusban van, és akkor már szokott plusz öt lenni. Tehát az majd egész, az majd egy vállalható. Na de hogy mi a nagy előnye? Mert hogy túrázni nem mehetsz, vagy hát mehetsz, de csak puskával, mert... Itt a Mihálovicsot. Egy jeges medvebe. Úgy, hát, figyelj, hogy egyszer hát voltatok már egy jeges kalandon. Én leszek Na. elvinni a macit. Hát már, már csak azt egy jó csúzlival, és akkor... Nagyon fontos, hogy a félmaratonnak a pályáját védik, jegesmedve biztossá teszik, de nem mész. <laughs> ne. Figyelj! És ha magad mész, akkor a, meg kiképzés, a, a kiképzés puskával... a, biatlont azt ismertem eddig, de most, most az, hogy, 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 hogy nem biatlon, hanem maraton és lövészet egybe, ez egy új dolog. Úgyhogy <laughs> kapcsolódnak a dolgok, nagyon a jó. nagyon jó. Úgyhogy... Nagyon-nagyon birizgálja a fantáziámat, aztán majd lehet, hogy pár év múlva, minden esetre ott aztán nincsen, ott azért nem lesz porolni Mondjuk szálláson. azt tehát megnézném, tehát az dupla hogy, kiképeznek valakit puska és, és, utána mit, mit, csinál éles helyzetben. Igen, nem Az tudom. más, mint a CVC kód megadás szerintem, hogyha megrohamoz egy egyes De vannak medvetámadások nem tudom hány fokban, hát az brutális. Na jó. Tehát ott nem lehet csak úgy elmenni koricálni. Hát az biztos. Úgyhogy ha meg ott akarsz egy nagyot mozogni, nincs is olyan nagy rész, ami járható egyébként, meg ahol út van, tehát egy egészen különleges világ és környék. Na minden esetre, és itt, hogy hogyan kapcsolódnak a témák, ez a kártyás dolog egy abszolút utazásos részbe is illik, mert egyszer csináltunk is egy külön erről, hogy utazás közben, hogy lehet a pénzügyi költségeken spórolni. Hát nekem továbbra is három kártyám van, illetve négy. Az egyik azért, hogy be tudjak menni a bozsújváróba, és minden indulásnál akkor kényelmesen. Igen. A másik azért, hogy ki tudjak venni készpénzt külföldön. ingyen külföldön például. De mondjuk a a, kész, a külföldi készpénzfelvétel kapcsolatban az nagyon fontos változás, hogy folyamatosan terjed az, hogy ez a 2-3, néha már 4 eurós fix költséget ráverik az ember. Hı -hı. Bármilyen kártyával veszett ki. Ugye ez azt jelenti, hogy ha magyar kártyával veszed ki, akkor ez a magyar kártyának a nagyon magas költségén, plusz, plusz még a rossz árfolyam egy csomó kártyánál, rossz árfolyam, mert ugye ez Még azon melyik túl napon számolják el igen. és milyen árfolyamon, igen. Hát meg ugye egészen elképesztő, tehát ilyen két, három, 4 öt forintok, sőt, van, van, ahol két és fél százalék Ingen. eltérés van a középárfolyamtól, a, amit elszámolnak külföldi kártya használatkor, és ez ugye az ingyenes fizetésre is vonatkozik, tehát annak nincsen díja, de az árfolyamon, hogyha olyan magyar kártyád van, akkor azért az nagyon kemény költség tud lenni, tehát ezért is érdemes a, a föltöltős fintech kártyákat, tehát nyilván a Revolut Transfer ami a leg jellemzőbb használni, tehát ez külföldön működik, úgyhogy ezért az embernek jó pár bankártya a bukszájában, csak ezt már nem tudom, hogy és a összek. tartalma. Összekapcsolni a hallgatói üzenettel, ami az még volt? az imént jött. Azt mondja, hogy... várjuk a hallgatói üzenetet. Jeges medvéket még nem látni. Várj, ma már nem ez van, amit mondtál. Ez nem erre vonatkozik, ha mindhárom oltásra külön EU-s igazolás van. De, de hát én ezt mondtam. Hát én, a harmadikat nyomtatom ki, azt mutatom be, az van nálam, a utolsóról szóló igazolást. És ha e, és ha megkérdezik, hogy mutassam a másodikat. Az előzőket is, a, és bukhatok le, vagy, Akkor, akkor nincs van. változás. Én pont, én pont erről beszéltem. Hát ez Jó, um, akkor nem ez volt az üzenet. Nem ez volt, és most már, és már nem tudom. Már összezavarodtam. Most, most már. Mert még az előző témához jött még egy pár jó, már, mint hogy a, a, jó. a fizetős. Figyelj! Ja, hogy a Booking Na, tessék. Booking látja-e a CVC-t? Azt írja konkrétan a hallgató, de most emlékezetből mondom, mert nem látom, hogy neki elővette a, a szállásadó a, booking, a papírt, és azon rajta volt a Booking állt, a Booking küldte át neki, ott volt kinyomtatva a kártyaszáma, a CVC, minden. Tehát a Booking is, és még a, a szállás adó Nál is ott voltak ezek az adatok. Ez egy apró kiegészítés volt. Na mindegy, lényeg az, hogy mindenképpen bankkártyával utazunk, és most már ugye több országba merek belevágni, hogy nincsen nálam egyáltalán készpénz, vagy csak ez az egészen minimális szokásos néhány euró zsebbe, akkor is, mondjuk abban az országban nem az a hivatalos fizetőeszköz. Úgyhogy ez működik, viszont hát igen, nagyon viszont sokat, sokat veszíthetsz akkor, hogyha egy rossz árfolyamon váltó magyar bankkártyát használsz fizetésre, tehát kártyás fizetésre, nem készpénzfelvétel, hanem fizetésre külföldön, mert az árfolyamon azért tudsz bukni. Te Te a booking partner, zárfolyamot... booking partner oldalán, tehát szállásadókat védő oldalán kerestem rá, és van egy ilyen, hogy hogy a foglalások tabra, hogyha valaki rákattint, akkor van egy ilyen, hogy megnézem a, a, vendég hitelkártya adatait, és fel is tudja hívni a vendéglátó, tehát a partner, a booking.com partnere a központot, hogy a, megnézem a CVC feature-t bekapcsolják-e, ezt egyszer tudják megmutatni. Tehát ezek szerint a booking központjában, bizonyos esetekben, ez nem tudom, gondolom az elején, amikor a felhasználási feltételeket elfogadod, akkor ott meg tudják, akkor ott bekerül valahogy a rendszerbe ez. Ami nem egy jó dolog szerintem. Mert ha egyszer egy Na. rendszerbe bekerült, onnan ki is tud kerülni. És hogyha kikerül, akkor pedig Suty. Nézd, én a két alkalommal, amikor lenyúlták a kártyadataimat, illetve használták a kártyámat, és elkezdtek róla pénzt levenni, egyiknél sem tudtam megállítani, hmm. és senkinek nem adtam ki a kezemből Aha. E, Egyiknél se tudtam visszakövetni, hogy mi történhetett. Értem. Jó, Nem adtam ki. Ezt mindenképpen még jobban kivesézzük ezt a történetet, mert szerintem sokakat érdekel, és nagyon jó. Utazási rovatot most lezárjuk. Ácsiz Indiér, a millás reggeli repülési és utazási rovata hangzott el. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! A rovat támogatója az Austria.info hivatalos turisztikai portált működtető osztrák idegenforgalmi hivatal. Ausztria. Érezd, hogy élsz. És megyünk haza hétvégézni. Köszönjük szépen az egész heti figyelmet. A millásregeli.hu oldalon az összes podcast és kivágott tartalom elérhető lesz nem sokára, nem sokára az azt jelenti, hogy korai délután egyébként a Spotify-on és a YouTube csatornánkon is megtekinthetők, megnézhetők, meghallgathatók ezek. Köszönjük szépen az egész hetes figyelmet. Jövünk vissza hétfőn 6.30-kor. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Hétfőn újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fányba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek